Hali papi, mami, mindenkinek üdvözlök benneteket. A Shutter Line-ba meg fogjuk nézni az új szezont. De előtte megmutatom, hogy egyébként idáig jutottam. Ez volt az utolsó, amit ki lehetett szedni a szezonból. Egyébként egy ilyen animált fegyver. Ez a Shutter Line-nak ezek a különlegességei. Ezek nagyon jó pofakok. Leanimálják ezeket, akkor így ránézem a fegyverre. Ez a különleges skin volt az utolsó, tehát végigcsináltam az előző szezont is teljesen, mutatja, hogy ennyi vissza. Úgyhogy ez volt, meg igazából a... Hát Malvának volt egy jó skinje. De akkor nézzünk is bele, hogy nem ezért jöttünk, csak mutatom, hogy az előzőt teljesen végig tudtam csinálni. Szerencsére ki tudtam szedni, mint ez a skin egyébként, ami... Ez a teljes ilyen outfit. Na, nézzünk akkor rá, hogy mit kapunk az új szezonban. Season 6, Foxtrot. Ez nem tudom mi, mert milyen fantázia név ez a Foxtrot. Valami táncot találtam, megnéztem a neten, hogy valami tánc. Vicces. Na, itt rögtön kezdünk egy ilyennel. Ez, na, mondjuk, igen. Igen, azért... Ez most nagyon faszán meg van csinálva, nagyon részletes. Ez egy outfit egyébként. A Pillnek a Pill karakternek, aki ugye drónnal tudja felhúzni a társát. Nagyon jó, nagyon jól néz ki. Ez király. Rögtön megkapjuk, illetve gondolom akkor egy ilyen rasta hajat hozzá. Ez is egyébként nagyon szeretem ezt a satellite, nagyon igényesen van megcsinálva. Itt van egy kis matrica, nekünk itt nem tudom, nem lehet zoomolni. Matrica, akkor ezt nem tudom miért erőltetik, ez már az előzőben is volt szerintem valamikor ezek a... Hát ez ilyen fényre változó skinek, ezek ilyen nagyon alap dolgok már ahhoz képest, illetve most van ez a sárkányos. Nem olyan rossz, egyébként szépen meg van csinálva ez is. Nem alélok el tőle. Na, itt ez mi lesz? Megint egy Wimpose. Aha. Ah, tehát akkor ezeket is cserélgethetjük, majd mindenféle Wimpose itt lesz. És azt nézem, hogy... most ezt nem értem, voltam meg. Ez ingyenes lesz ez a szezon? Teljesen ingyenes, gyerekek? Ez nagyon érdekes. Wow. Hol tudom... Meg most lehet, hogy hülye vagyok, de... Bocsánat, ezt meg kell néznem, hogy most ez a season, ez... Render Premium... Tehát akkor már csak itt költhetsz... Ha elveszik azt, hogy kifarmolhast szerintem. Én most már a negyedik szezont farmolom ki. Itt mondjuk ez szomorú leszek, hogyha nincs benne coin. Ah, és nincs már. Aha, el fogják venni. Fogják venni, vagy mindig ingyenes lesz a season, és most már csak... Hú, nem, érdekes egy újítás, nem örülök annyira amúgy. De az oldalán ugye ez a kiegészítő. Te nézzük meg akkor a rewardokat. Ez se néz ki rosszul, hogy ez a csillogó ilyen, még ez is animált itt a fején, itt egy csillog ez a gyémánt, vagy nem tudom, jó pofa. Ez egybe van, gondolom. A felsővel, tudod, ez egy egész teljes maszk, ugye? Nézzük tovább, most meglepődtem ezen, ilyen már volt, ezt meg sem nézem, ezek ilyen, hát viccesnek vicces végül is, de nem ad sokat. Kitnek a maszkja, nem rossz, egyébként ez gondolom egyben van szintén a fejessel. Itt lesz ugye majd egy ilyen Season Reward Box. Itt megint van egy... Ez hasonló, mint az előzőben volt. Ez a... ilyen fura geometriai alapzatok. Ez megint ugye ez a változó. Ezek már itt nagyon gyenge cuccok. Itt kapunk ugye ilyen shardot. Ez a karaktereknek a fejlesztésében kell. Játékbeli pénz. Na, itt van egy érdekesség. Ez viszont... Ez érdekes. Na, és még ilyen 3D-s is. Fú, ez durva, nem tudom, bőr vagy sárkánynak a
bőre lenne. Ez elég bitang. Ez jó néz ki nagyon. És legalábbis különleges innen pixkin. Kapunk egy fejlécet, ugye, kapjuk meg a zászlócskákat, ezek matricák egyébként, ezek ilyen fityegő, ja nem, ez az oldalára kiegészítő. Ezek is ilyen 3D-sek, látjátok, tehát egy nagyon jó pofa. Van itt Caesar Award Epic item. Ebbe ugyanazok vannak, ami már régóta nem öncserélget. De mondjuk ez most új. Aha, ezekből esett mindenféle okosság. Az már megvolt, ez még nem esett ki. Ez már igen. Hát ebben sok minden van egyébként, megint a játékpénz. Itt van egy kesztyű. Hát ezek igazából csak színezések, tehát ez annyira nem egy nagy cucc. Hoppá. Wimpose, nagy kíváncsi vagyok. Orbitnak. Jó. Faszán néz ki. Na itt van megint Orbitnak egy ilyen fejizé. Hát ez elég, ez nem tetszik annyira. Megint jön a szivárványos meleg skin. Itt ugyanez szintén. Egyébként ez még annyira nem rossz. Játékpénz, reward box, jön ez a, hát ez már volt egyébként, ezt nem tudom miért előtetik ezt a pereces marhasságot itt, ez szintén. Ezeket már át is ugorhatjuk. Na, valami érdekes, nézzük, mongóznak. Wow. Na, ilyen japán. Ez érdekes, ezzel egybe rakva. Aha, na ez valami érdekesség, már ez egyik teljesen más, mint ami eddig. Aha. Ilyen jakuzás ízés. Elég vadállat. Lesz itt még tudsz. Hoppá! Na ez mi a tököm, te Jézus Mária! Jesszum, Pepi! G7-re! Hát mondjuk annyira nem néz ki jól, de végül is. Ez akkor én egy kicsit ilyen dárkosabb lenne, nem? Hogy túl ilyen színes nekem. De egyébként nagyon beteg, tehát elég durva cucc. Wimpose lesz megint. Nézzük Pilnek. Ha megjött, közben egy kávét ittolok. Hát ezek megvannak, fityegőcske, ugye, egy ilyen DNS, nem érzem fel, ami vírusnak tűnik nekem. Hát ezeket hagyjuk. Matrica, reward box, megint ez a, hát ezek pereces baromság. Nézzük egy Wimpose-t. Ujjaival lövöldözős. Hát jó poén egyébként, nem rossz. Itt van valami arcfestés Brissának. Ez a flagmázós izé, annyira bírom. Jó, annyira, hát ezek baromságok, oké, itt megint az Epic. Jó. Hát, igen. Sok ilyen megúszós dolog van azért benne. Most annyira nem tudom, de... Na ezek ugye a materiálok a fejlesztéshez. Hát ez érdekes, most ugye ezzel az a probléma, ez egy kurva jó cucc, csak hogy ez már volt, csak át van színezve. Ez az outfit, ez full ki lehetett szedni, és azt szerintem jobban is néz ki. Mondjuk poén, hogy most én értem, hogy... Tehát ez itt van már, meg is mutatom nektek. Tehát ez igazából itt van, full. Látjátok? Ez full ez, meg még a fej is hozzá egyébként. Az itt van. Melyik volt az ez? Meg azért az aranyban azért sokkal baszóbb, de hát... Na mindegy, ez elég nagy megúszós volt egy picit, azt érzem. Jó, ezek hülyeségek, ott van megint a Wimpose. Mongóznak. Jó, én vagyok a fasza. Jaj, én kis... Hát, ez van, aki nem használja ezeket, de Shatterline nem baj, ha használja az ember. Nem olyan, mint a PUBG-nál, hogy fogja az FPS-t, szóval. Reward box, nézzük meg. Egy RAM-nak van egy ilyen fejese. Ez jó pofa, hogy ilyen kopottas. Ezek bejönnek nekem, ezek a ilyen picit elhasználtnak tűnik itt az alján. Ez elég állat, le van, hogy graffitizve, mit tudom én picit. Ezek bejönnek nagyon. Ezek tetszenek. Hát itt megint a két hülyeség, ezek tényleg ilyen megúszós cuccok. Na, hoppá, itt megint van a Strix-nek. Aha, ez elég beteg ez a maszk egyébként. És fél oldalt a szemén. Na, ez állat.
Ez király, ez nagyon. Sajnálom, hogy ingyenes lett egyébként, mert mindig ki tudtam farmolni, most is van 1360-om. Érdekes, ezt nem tudom mire vélni, hogy ingyenes lett. Hoppá, mi ez? Pélnek. Egy ilyen bőrből készült, elég beteges. Nagyon jók egyébként, gyönyörűek, amikor... Na, kalap. Kalapkabát. Jó. Júj. Hú, ez ilyen cyberpunk, vagy milyen a neve ezeknek a... Ez nagyon-nagyon állat. Kérdjük a végre. Opp, ott a materiálok, ezek nagyon ritkák, ugye, szükségesek. Itt megint a Wind Pose, ugye, Strixnek. Van egy fej... Na, végre valami normális fejléc. Eddig eléggé gagyi fejlécek voltak. Hát ez megint a szokásos baromság. Itt ez egy ilyen nameplate, vagy mi a... Vagy mi ez a... Na, mondjátok meg. Ilyen avatar, vagy mi. Hoppá! Na, ez mi a Brisának? Anyás, de kibaszott jó. De ez mi... Aha. De basszus, van neki egy tök jó... Na, ez... Ez agyonbasz. Ez nagyon durva cucc. Fú, ez nagyon jól néz ki. Egyébként már ami most van neki, az is rohadt jó, de ez úristen, ez nagyon jó. Azt, nagyon beteg az egész. A haján végig. Atya úris, ez nagyon-nagyon jó. Ez rohadt állat, te jó isten. Hát ez nagyon tetszik. Megint egy ilyen matrica. Tú, ez is jó, belement a tő. De jó. És ez így az oldalára. Na, ez ötletes. A töltény, ami véghasítja. Hú, szeretem az ilyen jó kis ötletek. Tényleg, ez nagyon jó. Na, nézzünk malvának egy wind post. Táncolós. Hát, jó kis arcfestés. Zászló. Feelinggel. Ilyen eléggé hasonló Orbitnak volt egy ilyen hasonlója egyébként. Ja nem, a RAM-nak. Uff, te állat. Állati. Tyúj, de beteg. Aha, ez is az oldal. Ezek jók egyébként. Jó megvannak. Csak megint van egy Wimpoz. Na, kíváncsi vagyok a Brisácskának mi a körmeit. Lehetett volna van bevadulós, és ez nem annyira. Ez is jó pufa egyébként. Jó, jók vannak. Na, és akkor itt jön az epic. A legvége, ugye? Nézzük. Legendary skin. Mit tud? Jézus Mária, mint valami ilyen, ez a 90-es évek bárjában egy ilyen vagy az ilyen, nem is egy autónak, talán egy ilyen Cadillacnek a dizájnja közben, meg ez a bár jut eszembe, ahol bemennek, és ott ez a rádió van, meg hát ez nagyon durva. Atya úristen, de jól néz ki. Kíváncsi vagyok, hogy mit fog csinálni. Ez kár, hogy nem lehet megnézni preview-ba. Tehát, hogyha ugye ránézel, akkor mindegyik ilyen animálva van. És itt jön a végén ezek ilyen küldetések plusz, amiket kaphatsz, és akkor még XP-t kaphatsz, illetve hogyha ezt kinyitod a szezonból, akkor kapsz egy napi ilyen küldetést, és akkor ott még azt is pluszba megcsináltad, és azért is kapsz bizonyos dolgokat. Hát végre egy még meg vagyok elégedve egyébként, ez nagyon jó. Az nagyon érdekes, hogy ingyenessé tették. Most nem tudom, hogy a store-ból mit lehet így kivenni, mert azért pár dolgot vettem már store-ból így is. Nagyon igényes dolgok vannak, itt is van ez a galaxis, nem tudom, így megy benne, de egyébként ebből meg én kivettem már itt a igen, ő volt igen, látjátok ebbe ezt ugye már store-ba vásároltam, elég fullosan néz ki, de egyébként megbántam, mert közben nyilván bekerült a store-ba az egyik kedvenc fegyveremnek a hogy shotgunnak egy olyan skinje, ami azért ilyen jobb lett volna, hogy nem csak animált, hanem ilyen 3D-s is. Egyébként még itt van ugye megint box, de ebbe általában már csak színezések vannak. Egy semmi extra, csak egyszer más színű. Majd ilyen színezés van inkább.
annak is, ezek már ilyen játékbeli pénzzel nyithatóak. Egyébként nagyon sok pénzem van, nem nagyon lehet mire költeni, úgyhogy hogyha kinyitsz egyet, akkor ugye így néz ki. És akkor most megkaptam ezt, de hát nyilván ennél már nekem sokkal jobb dolgok vannak, mint hogy ezeket használjam, tehát értelmetlen kávé nyitogatnom. Hát a nagy érdekesség az, hogy most nem tudom, hogy ez, hogy ingyen van, tehát nem is lehet megvásárolni, hogy ez így mit fog hozni magával, hogy most mindig ingyenes lesz-e. Azt is látom, hogy magát ilyen játékbeli, vagy mi ez, ezt a valós pénzért vásárolható coint, ezt most már nem tudsz kifarmolni szezonból. Amiért nagyon-nagyon szomorú vagyok most. Eddig olyan volt a Fortnite, hogy megvetted egyszer, akkor mindig ki tudtad farmolni, és folyamatosan jött, még több is jött ebből a coinból, és akkor tudtál vásárolni a store-ban is, plusz meg tudtad venni a szezon, a season-t, illetve kénytelen voltál játszani, mert megérte. Most, hogy nincs benne, nem tudom, hogy ennek mi lesz így a jövője, hogy mert ezek kurva jók, tehát ilyen ingyenes szezont, vagy season-t én még nem is láttam életemben játékban. Ennyi mindent adna, és ilyen jó skineket, és ezt végig ingyen kiszedheted. Most azt nézem, hogy én vagyok a hülye, hogy de nincsen itt sehol, hogy meg lehet venni, tehát ez tényleg ingyenes. Nagyon, nagyon fura. És akkor itt mutatja, igen, persze, hogy most itt a kozmetiknél itt a az a láb. Szóval igen, most nekem ez ilyen nagyon fura. Még keresem, hogy most így mit nézek be az egészbe, de nagyon érdekes. Hát ez egy ilyen pak, ugye, mindenféle fegyverről. Hát, minden esetre akkor így néz ki a season, illetve hát akkor nagyon úgy néz ki, és ott azok vannak ugye a küldetések, meg itt van nap is, illetve azt tudom, hogy most elméletileg coop módban jött egy új, aha, itt van ez az új, és így külön lehet választani elméletileg most már az összes kooperatív módot, illetve expedíciót, ez is egy tök jó változtatás. Hát ennyi volt, köszönöm, hogy velem tartottatok, meglátjuk, hogy mi lesz a jövője ennek a dolognak. Na, papi.